Sepsi Szent Györgyöt elhagyván Aldoboly felé kanyarog az Olt. A falu név eredetét a köznépi szájhagyomány azzal magyarázza, hogy amikor az ellenséges horda alulról rontott a falura, az aldoboiak dobbal vertek riadót, ha felülről, akkor a feldoboiak riasztottak dobbal. Aldoboly határfalu, a Feketeügy és az Olt szegletében. Délre tőle terül el a Barcaság és a Szászföld. Sepsiszék egyik kuriózuma található itt, a Hollaki kúria. A zömök megjelenésű puritán külsejű udvarházat Hollaki János és Szotyori Heléna építette 1717-ben. Hollaki uram valahonnan Arad mellől, Zaránd vármegyéből került ide, hogy székely határőrként védje a keleti végeket. Marci, szerezzen nekem pallérokat, de gyorsan, mert házat kellene építeni, mondta intézőjének Hollaki János, aki feleségével, Szotyori Helénával egy vaskos épületet akart családi fészeknek. Tekintetes uram, akad egy-kettő, de olyan sokra ne számítson, válaszolta szolga. A Rákóczi szabadságharc utáni években járunk, és három szék népét nem csak a Habsburg, hanem a pestis járvány is keserítette. Nosza munkába fogott a birtokura és felesége is, csak hogy a kúria elkészülhessen. Vastag pincefalakat építettek a kétszintes épületnek, és rézsűs, lőrésszerű ablakokat, hogy legyen hol kifelelőni, ha kell. Állítólag egy titkos alagút is rejtőzik valahol a föld alatt, amelyik a kúriát az időközben megsemmisült Básvárával kötötte össze. Zord idők jártak a fegyverforgató székelyeknél, de az élet nem állt meg. Hollaki János és neje igyekeztek hasznos tagjai lenni a sepsiszéki közösségnek. Haláluk után gyermekeik, majd unokáik örökölték a birtokot és benne a kúriát, amelyet 1802-ben földrengés rongált meg, de Hollaki József felesége, az özvegyen maradt pávai Vajna Anna kijavíttatta. A lejtős terepre, téglalap alaprajzra emelt kétszintes és kétmenetes épület különlegessége a cseréppel borított csonkakontyolt tető, amely a keleti oldalon széles eresszel nyúlik a homlokzat felé. A Hollaki kúria a belsejében is őriz kuriózumokat. A díszített, vaskos, kemény tölgyfagerendák egy része a padlóra került, de a nagy terem falán még mindig látható Varga Nándor Lajos festőművész történelmi ihletésű munkája. Hogy került éppen a Hollaki kúriába a felvidéki művész? Hát úgy, hogy 1932-ben házasságot kötött az aldobói származású Hollaki Emmával. Így került a Szent László legenda, valamint Árpád vezérünk a falra, amellyel Varga Nándor Lajos Kós Károlynak akarta bebizonyítani, hogy képes falkép elkészítésére. Az aldobói udvarház a csodával határos módon megúszta az államosítást. Talán az elhelyezkedése miatt, vagy a formája miatt nem kellett a román hatalomnak, így 1972-ig a Hollaki család tulajdona maradt. Az IE falvi önkormányzat megvásárolta az épületet, de anyagi háttér hiányában egyelőre még nem sikerült felújítani a veszélyeztetett műemléket, amely sürgős beavatkozást igényel.